Szomorú statisztika, világelsők vagyunk a fejnyaki daganatok kialakulásában. Veszélyes lehet a forróság, komoly tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél a napok óta tartó kánikula. Folyóvá változtak az utak, kis tormáson még másnap is az eső által széthordott sarat takarították. Nem várt feladatok miatt állt a Kadarka utcai minibölcsőde építése, őszre valószínűleg nem készül el az épület. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fejen és a nyakon kialakuló tumorok okozta halálozás nőtt a legdinamikusabban az elmúlt évtizedekben Magyarországon. Ez az arány Európában a legmagasabb. A férfiak nagyobb arányban halnak meg ilyen tumorban, mint a nők. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ezt a betegséget is meg lehet előzni önvizsgálattal, szűréssel, amit a Tolna megyei Balassa János Kórház is végez. I betűt mondja, Sohajt? Épp gégetükrözést végeznek ennél a szekszárdi férfinél, aki a Balassa János kórházba érkezett fülorgégészeti vizsgálatra megelőzés céljából. A szakorvos azt mondja, általában csak akkor mennek el szűrésre az emberek, ha már nagy a baj. Például, ha már nem bírnak beszélni a szájukban kialakult garatrák miatt, vagy éppen ökölméretűre nőtt a daganat az arcukon. A fejen és a nyakon kialakuló tumorok zömét ugyanis a szájüregi garat és géget daganatok adják. Két hét utáni rekedtség esetén egyértelműen daganatgyanú, vagy valamilyen elváltozás gyanúja merül fel a gégébe. Most van, aki másfél-két éve rekedt, és úgy kerül hozzánk, hogy már fullad akkor a gége daganata. Tehát ez a figyelemfelkeltés, ez az irányba számítana, hogy a betegek figyeljenek saját magukra. Az orvos azt mondja, nagyon fontos két szűrés közötti időszakban az önvizsgálat is, mert a rák agresszív típusáról van szó, ami gyorsan ki tud alakulni. Így egy negatív szűrési eredmény nem elég. Főleg azért nem, mert Magyarországon különösen sokan halnak meg a rák ezen típusában. Évek óta egy ilyen folyamatos növekedésben volt a fejnyaki daganatok száma. Most az utóbbi pár évben egy stagnálás látható. Ezzel együtt sajnos világelsők vagyunk a fejnyaki daganatokat tekintve. A férfiaknál ez az egyik vezető halálok. A betegség a szájhigiéné elhanyagolása, alkoholfogyasztás, dohányzás, refluxbetegség, vagy éppen elkapott HPV vírus miatt alakulhat ki. Országszerte végeznek szűrést a kórházak, így Tolna megyében a Balassa János kórházba is el lehet menni egy ilyen vizsgálatra, ám ahhoz előre egyeztetett időpont szükséges. Különösen vigyázniuk kell az egészségükre az elmúlt napok forró időjárása miatt a gyermekeknek, az időseknek, valamint a szívbetegeknek. A szekszárdi kórházban is többen jelentkeztek már napszúrás miatt, és a belgyógyászati osztályon megnőtt a betegforgalom. Az orvos szakértő azt mondja, a legfontosabb, hogy mindig igyunk elegendő vizet. Jó napot kívánok! Reggeli vizitet tartanak a szekszárdi kórházban dolgozó orvosok és nővérek. A napok óta tartó kánikula miatt többen kerülnek be ide a belgyógyászati osztályra, de múlt hét óta hárman a sürgősségi osztályon is megfordultak napszúrás miatt. A kórház osztályvezető főorvosa azt mondja, ilyenkor a gyerekekre, az idősekre és a szív, valamint az érrendszeri betegséggel küzdőkre különösen figyelni kell, hogy ne legyenek rosszul a tűzőnap miatt. Az idős, egyedül élő betegekre akár napi telefonos kontaktussal nagyobb figyelmet kell fordítani. Ugyanez igaz a gyerekekre, legyen meg a megfelelő folyadékbevitel, akkor tudunk izzadni és a fölös hőtől meg tudunk szabadulni, és ne végezzünk megterhelő munkát, mert akkor a saját hőtermelésünk megnő, és ez gondot okozhat. A közvetlen napsütés okozta tünetek csak órák múlva jelentkeznek. Fejfájás, szédülés és hányinger esetén már érdemes orvoshoz fordulni. Idős embereknél egyébként a szomjúság érzet is gyakran csökkent, tehát rájuk hozzátartozóknak kell odafigyelni, iszik-e eleget, akár kimérni az egész napi italadagot, és hát a kórházba kerülnek a betegek, akkor azok például, akik vízhajtót szednek, és ilyen melegben is szedik a gyógyszereiket, nagyobb eséllyel van egy kis kiszáradás, amit aztán néhány napos infúziós
kezeléssel orvoslunk. Vasárnap óta, vagyis azóta, hogy elrendelték az úgynevezett vörös kódot a hőség miatt, a nagyobb városokban és a közintézményekben is folyamatosan osztanak hideg vizet. Szekszárdon a Garai téren és a rendelőintézet előtt délelőtt 11 órától lehet felfrissülni, valamint a kórház épületeiben is helyeztek el hidegvizes automatákat. Párakapu, fagylalt, hűsítő víz. Mindenki igyekszik valahogy lehűteni magát a rendkívüli hőségben, ami miatt napok óta vörös kód van érvényben szinte az egész országban. A szerencsésebbek ilyenkor valamilyen vízparton nyaralnak, ám találkoztunk olyan Tolna megyeivel, aki idén egyáltalán nem tervez nyaralást, legfeljebb a helyi strandon, természetes vizekben mártózik meg egyszer-egyszer. Más program van, ami miatt nem megyünk nyaralni. Ha viszont mennek nyaralni, akkor mit választanak? Elsősorban a vízparti nyaralás vagy a városnézés, mert erről is megoszlanak a vélemények. Igen, a vízpartit. Mondjuk Görögország, amelyek belefér a költségvetésbe. Jövőre már lehet, hogy Görögországba mennek. Nem lehet, ez biztos. A fiatalok között akadt olyan is, aki még soha nem nyaralt és nem is vágyik rá. Többségben voltak azonban a balatoni nyarat tervezők. Még soha nem voltál nyaralni? Belföld. Belföld, és azon belül? Balaton. Találkoztunk olyan szekszárdival is, aki a városnézést jobban kedveli, mint a fürdést. Idén azonban a többség nyomására Gunarasban nyaralt. Jobban szeretem én is mondjuk ilyen történelmi városokat, de az idén most úgy döntöttünk, hogy fürödni megyünk. Egy felmérés szerint a magyarok 83%-a városnéz, 65%-a kirándul, 57%-uk pedig pihenéssel tölti az időt nyaraláskor. Az adatok szerint még mindig a legnépszerűbb nyaralási helyszín a tengerpart. A magyar nyaralók 45%-a európai célpontokat választ, belföldre 38%-uk megy. Az utazók 39%-ának legfontosabb maga az úti cél, míg 34%-uk áralapján döntenek a nyaralás helyszínéről. Érdekesség, hogy a nyaralók többsége a szállás kiválasztásakor azt nézi, tiszta-e a nyaraló, van-e wifi és egy kényelmes nagy ágy. Tolna megye más részein nem a forróság, hanem az eső okozott gondot. Kistormáson csütörtökön délelőtt még az előző éjjel a járdákra és utakra szóródott iszapot kellett takarítaniuk a helyieknek a vihar után. Az özönvízszerű eső kora este csapott le a településre és percek alatt árasztotta el azt. Az utakon méternyi mély víz hömpölygött. A sárvédőig merült az úton haladó autó az esővel elöntött úton. Egy nézőn készítette ezeket a felvételeket tegnap este Kistormáson. A települést egyik pillanatról a másikra árasztott el az özönvízszerű eső. Az árkok pillanatok alatt teltek meg az úton, és a házak előtt is hömpölygött a víz. Még csütörtökön délelőtt is a járdákra hordott iszapot takarították a helyiek. Kora reggel kezdtek dolgozni a károk helyreállításán. A járdáról eldobáltam a földet, meg itt egy kicsit segítettem ennyi. Kihordtak srácok ott is belül. Az udvarára is betört a víz ennek a férfinak, több használati tárgyát is elmosta az eső. Azt mondja, egy méter magasan hömpölygött a víz az utcán, még a házából sem tudott kimenni. Nem bírtunk kijönni az udvarból, házból, mert rengeteg iszap, sár volt. Hát katasztrófa, amit van. Az utakra és járdákra hordott sáron kívül Kistormáson nem okozott komolyabb anyagi kárt az eső, ami Borjádon és Varsádon is hasonlóan söpört végig. Nem várt bonyodalmak léptek fel a szekszárdi Kadarka utcai mini bölcsőde építkezése során, így később készül el és kivitelezés költségei is megugranak, pedig nagy igényt elégít majd ki, ha elkészül az épület, már most többszörös a túljelentkezés, annyi kisgyermekes anyuka menne visszadolgozni. Idén tavasszal kezdték meg a mini bölcsöde építését Szekszárdon a Kadarka utcai óvoda mellett. A májusban készült felvételen a korábbi épület járólapját törték fel. Ez pedig már mostani felvétel, mint látható, igen sokat haladtak a munkával az eltelt hónapok alatt. Már áll az épület fala, ott jártunkkor éppen a tetőt építették. Ám még sok munka van vissza, mire a 300 négyzetméteres, modern, energiahatékony, akadálymentes és parkolóval is ellátott épület elkészül.
A munkálatok során ráadásul nem várt feladatok és költségek merültek fel. Ez a bölcsőde program már 2016-ban elindult, és most jutott egy olyan stádiumba, hogy a bontások során olyan közműveket találtak az épületrészek alatt, amit mindenképpen ki kell váltani és megszüntetni. Továbbá támfaligény lépett fel olyan területen, ahol előzetesen nem volt benne a tervben, és ez jelent egy néhány milliós többletköltséget. A Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megszavazta a többletköltséget, annak érdekében, hogy tovább tudjanak folyni a munkálatok. Addig ugyanis állt a munka. Emiatt pedig úgy tűnik, nem készülnek el őszre a mini bölcsödével. Ahhoz képest mindenképpen csúszni fog, bár én megmondom őszintén, mint bizottsági elnök, egy kicsit sajnálom, hogy már eddig is csúszott ennyit, mert ezt a közműkiváltást ezt szerintem előbb is lehetett látni, és hát a többletköltségi vállalása nélkül is a munkák folyhattak volna. A Kadarka utcai óvoda területén felépülő bölcsöde a terület és településfejlesztési operatív program 97 millió forintos támogatásával és a város saját költségvetéséből biztosított 70 millió forintból épül fel. Az épületben 14 gyereket tudnak majd fogadni 5 és 7 fős csoportokban. Szekszárd város vezetésének az óvodai fejlesztésekkel, bölcsöde építésével az a célja, hogy segítse a dolgozni akaró nők munkaerőpiacra való visszatérését. Baseball sapkában, napszemüvegben próbált kirabolni egy 63 éves helyi férfi egy dohányboltot Decsen. Az eladónak azt mondta, hogy rendőr és ellenőriznie kell a pénztárgépet. Az eladó nem hitt neki. A férfi közel 10 000 forinttal távozott az üzletből, tettéért akár 2 év börtönt is kaphat. Az eladó felszólította, hogy távozzon az üzletből, hiszen nem hitt neki. A férfi ennek ellenére is bement a pult mögé és megpróbálta kinyitni a kasszát. Bár ez nem sikerült neki, az asztalon talált egy műanyag poharat, mint egy 10 000 forintnyi készpénzzel, és ezzel együtt távozott az üzletből. Kollégáim az esetet követően néhány órán belül azonosították is a férfit, valamint gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárás során pedig szabadlábon védekezhet. Közel egy hónapja Tolnán az egykori orosz laktanya területén készül mintegy 100 fiatal és kísérőik egy orosz musical előadásra. A Lomonoszov tekercse című musical egy izgalmas detektív történet, melynek főpróbáját tartották a Tolnai Kulturális Központban az Oroszországból, Bangladesből, Egyiptomból, Kínából és még számtalan országból érkezett fiatalok. A Rosszatom orosz energetikai koncern már 10 éve szervez Nuclear Kids néven művészeti tábort. Mindig más országban és más helyszínen az atomerőművekben dolgozók gyermekei számára. Néhány évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország egyetlen atomerőműve is a nemzetközi programhoz. Lomonoszov tekercse című darab főpróbáján jártunk Tolnán, ahol a Nuclear Kids nemzetközi kölyök csapata már hetek óta táborozik. Az atomkölykök július eleje óta készülnek és gyakorolnak nagy izgalommal. A darab rendezője 5 éve dolgozik a Nukic csapatában. Mint egy igazi nagy család, úgy kell együttműködniük ahhoz, hogy sikeres legyen a produkció. Это всегда, всегда трепетно. И дети волнуются, вон там грохот стоит за кулисами, они все... Elég izgalmas számomra és meg a gyerekek számára is. Tehát nagyon kevés időnk volt, 3 hetünk volt arra, hogy megcsináljuk ezt a színdarabot, és most nagyon nagy izgalommal várjuk, hogy hogy fogja fogadni a magyar közönség. Эти, мне кажется, делают большие успехи за 3 недели. Вот, поэтому волнуемся все. A főpróba nyilvános volt. Betekintést nyerhettek a tolnai lakosok is. Az idősebb helyi generációnak az orosz szó hallatán gyermekkori emlékek idéződtek fel, hiszen a helyszínül szolgáló épület együttesekben egykor orosz laktanya volt. Lucia Nármuhametova, elmentem hozzá a héten, és megkérdeztem, hogy nincs kedve eljönni a régi orosz laktanyába. Ő az egyetlen tolnai egyébként, aki abból a múltból, abból az időből maradt vissza, amikor még itt oroszok dolgoztak. Az előadás premierje Szekszárdon kerül bemutatásra a Babits Művelődési Központban. Majd szedik a sátorfájukat a fiatalok és a stáb. Az előadás több állomást érintve augusztus közepén érkezik meg Moszkvába, ahol az idei záró fellépésükre kerül sor. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Esély sem volt a túlélésre, még mindig rejtély, miért történt a Pogányi repülőgép baleset.
Szigorú szabályok, nincs tűzgyújtási tilalom, de oda kell figyelni a lángokra. Drogokról másképp tinédzsereknek tartottak előadást a Fonyódi Erzsébet táborban. Még mindig rejtély, miért zuhant le a magyar fejlesztésű e-repülő. Elkészült az előzetes hatósági jelentés a májusi Pogányi repülőgép balesetről. A közlekedés biztonsági szervezet hivatalos közleményében azt írja, hogy az igazságügyi orvos szakértő vizsgálat alapján nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy fiziológiai tényezők vagy egyéb akadályoztatás befolyásolta volna a személyzet cselekvő képességét. A baleseten nem volt túlélhető, a légi járművön tartózkodók a becsapódáskor halálos sérüléseket szenvedtek, életüket az azonnali orvosi beavatkozás sem menthette volna meg. A rendelkezésre álló adatok szerint nem volt füstre vagy tűzre utaló jel a repülés közben, a tűz a becsapódást követően keletkezett. A motor sérülései egyértelműen a repülőgép becsapódásától és az azt követően kialakuló külső tűztől keletkeztek. A forró nyári napokon fokozott figyelmet kell fordítanunk a szabadtéri tűzgyújtás szabályaira, például a kerti zöld hulladék égetése kizárólag azokon a területeken és abban az időpontban engedélyezett, ami az önkormányzati rendeletben szerepel. Emellett minden más tűzgyújtás, sütögetés alkalmával figyelnünk kell a lángokra. Így, ha egy tűzrakóhelynél már például befejeztük a sütögetést, vízzel oltsuk el a tüzet, emellett érdemes körülbelül 5 cm vastagságú földdel vagy homokkal befedni a területet, ezáltal elkerülhető a parázs esetleges újraéledése, ugyanis a szabadtéri tüzek kialakulásának 99%-a emberi mulasztásra vezethető vissza. Tájékozódjunk a tűzgyújtás előtt az időjárási viszonyokról, ugyanis a szeles idő kedvez a továbbterjedésnek. Csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan a felügyeletünk alatt tudunk tartani, és álljon rendelkezésünkre megfelelő oltóanyag, illetve kézi szerszám, amivel el tudjuk oltani a tüzet. Az erdőben csak kizárólag a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújtsunk tüzet, és itt is tartsuk be ezeket a biztonsági szabályokat. Csak akkor szabad erdőben tüzet gyújtani, hogyha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Jelenleg Baranya megyében most nincs. A tomboló hőségben naptejjel ajándékozták meg a családokat a balatonszárszói strandon, a lángosozóban sok folyadékkal és munkamegosztással próbálják átvészelni a kánikulát. Szeretnék átadni egy naptejet, egy 50 kutcsos naptejet. Tudom, hogy gyerekek is nagyon fontos az üzővédelem, hogy fogadják szeretettel a szárszói strandon. Jaj, nagyon szépen köszönjük, ez kedves ajándék is. Még matrica is van hozzá? Így van. Köszönjük szépen. Ez a család is kapott az ajándék naptejből Balatonszárszón. Az édesapa és lánya egyaránt örültek a meglepetésnek, hiszen, mint mondják, nagyon érzékeny a bőrük, így különösen figyelniük kell az UV védelemre. Panna arcát azonnal be is krémezte édesapja, szükség is volt a védelemre a perzselő napsütésben. A sugárzása miatt kentük be magunkat, hogy védekezzünk a UV-sugárzás ellen, és fontosnak találom, és tényleg ezért örülünk ennek az ajándéknak, mert remélem többen is kenik majd magukat, ugyanis mi sajnos fehérbőrűek vagyunk, és sajnos sok anyagyet is összeszedtünk ezért az évek során, ezeket próbáljuk megelőzni, hogy több kialakuljon. A balatonszárszói strandon már több mint 1000 naptejet osztottak ki, és még legalább ennyi gazdára talál augusztus végéig. Az UV-védelemre felhívjuk a figyelmet. Nagyon fontos elsősorban ugye a gyerekeknek az UV-védelem, hiszen elkezdeni a gyerekekkel kell. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy ez mennyire fontos dolog, és nagyon örülünk azt, hogy Balatonszárszón sikerült ezt a kezdeményezést elindítani. Nem csak a parton, hanem a büfékben is tombolt a hőség. Ebben a lángos sütőben már kora délelőtt közel 40 fokot mutatott a hőmérő. Rengeteg, 50-60 kiloliszt megy el naponta, tehát az azt jelenti, hogy 5-600 lángos megy el naponta nálunk. Akkor azt még ki kell sütni? Igen, igen. Azt meg kell kenni, azt ki kell sütni, azt meg kell dagasztani, és nálunk kézzel dagasztanak. A büfékben különböző praktikákkal próbálják átvészelni a kánikulát. Mosakodással, sok folyadékivással, és próbáljuk a gyerekeket egy kicsit cserélgetni, hogy mindenki egy kicsit a könnyebb területre pörögjön ott a menet közbe. Meg jönnek ki a pultba, ahol egy kis levegőt vesznek, és nincs olyan meleg. Emellett arra is figyelnek, hogy legalább egy pihenő nap minden dolgozónak jusson. S bár nem egyszerű feladat kánikulában dolgozni, a büfések a további jó időben bíznak, hiszen ez egyet jelent a sok fogyasztó vendéggel.
Idén ismét megrendezték Baranyában az Ördögkatlan Fesztivált. 5 napon át több mint 600 programmal készültek a szervezők, a nyitónapon egy különleges koncerten is részt vehettek az érdeklődők. A Csík zenekarból ismert Szabó Attila 50. születésnapját ünnepelve lépett színpadra, még soha nem hallott dalokkal készült a közönség számára. A következő napokban pedig további koncertek, kiállítások, filmvetítések, valamint gyermek és családi programok várják a látogatókat. Imár 11. alkalommal rendezték meg idén az Ördögkatlan Fesztivált. Az eseménysorozat július 31-én kezdődött, és egészen augusztus 4-ig tart. Az 5 nap alatt több mint 600 program várja a látogatókat. A nyitónapon a Csík zenekarból jól ismert Szabó Attila is színpadra lépett. A zenész 50. születésnapja alkalmából adott elő más zenésztársaival olyan dalokat, melyeket eddig még nem hallhatott a nagy közönség. Attila szerint ezek a dalok az elmúlt 50 évet összegzik. Azok a zenék vannak benne, és a lemezen is olyan dalok vannak, különböző stílusúak, amik számomra kedvesek. Ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi. Egyszer egy zenész kollégám mondta, hogy meghallgatta, és hogy abból egységes, hogy teljesen különböző a zene, ami rajta van, úgyhogy ezt azért valamennyien szinten ez teljesen azért tudatos is volt. A főszervezők továbbra is tartják a mondást, miszerint nem normális emberek összejövetele a katlan. Értik ezt úgy, hogy olyan a mai világban már szinte elfeledett értékekkel rendelkeznek, mint a nyitottság, kíváncsiság, személyesség és minőség. Bérces László szervező szerint pedig az a fontos, hogy idén is elindult a fesztivál. Napok óta már az ember szorong, és hogy mondjam, nézi, hogy mit kéne még csinálni, hogy rendben legyen, de úgyse majd most derül ki, hogy mi az a sok tennivaló, de már legalább benne vagyunk. Tehát most már olyan, mint beleugrottunk a vízbe, innen most már valahogy ki kell úszni, tehát ezt az 5 napot végig ússzuk. Az elkövetkező napokban további koncertek, kiállítások, filmvetítések, valamint gyermek és családi programok várják az érdeklődőket. Mindez Berement, Kisharsány, Nagyharsány és Villánykövess területén. A drogokról másképpen tartanak előadást tinédzsereknek a balatoni Erzsébet táborokban. A táborokat üzemeltető alapítvány vezetői tárt karókkal fogadták a kezdeményezést, hiszen, mint mondják, a balatoni fürdőzés mellett az is fontos, hogy a gyerekek tartalmas és tanulságos foglalkozásokon is részt vegyenek. Az Erzsébet táborokban nyaranta több mint 30 ezer gyerek üdül a Balatonnál. Az alapítvány vezetői minden évben szórakoztató programokkal, élmény lehetőségekkel várják a diákokat. Ugyanakkor fontos szempont a gyerekek védelme és tájékoztatása is. Minden szórakoztató, egyben pedig ismeretorientált foglalkozásokról beszélünk, amelynek keretében többek között a digitális kompetencia fejlesztésre helyezünk nagy hangsúlyt, de a prevencióra, az biztonságos internet használatra is nagy fókusz kerül. A prevenció kapcsán nagyon fontosnak tartjuk az Erzsébet táborokban, hogy felhívjuk a káros szenvedélyek elkerülésére a figyelmet, a teljes élet megélésének a lehetőségére, amely a gyermekek számára nagyon-nagyon fontos. Ezt tesszük tönkre szakszerűen a kábítószert, hogy mi van kiírva rá, örömköz van. Marosi Antal több éve tart tinédzsereknek előadásokat a drogok veszélyeiről. Az a tapasztalat, hogy a gyerekek élvezik az előadásokat, hiszen a saját nyelvükön szól hozzájuk. Jogszabály nem érdekli a gyerekeket, az egy felnőttes dolog. Hatóanyag nem érdekli. Ráadásul miért műveljem én ki a gyereket, hogy melyikben milyen hatóanyag van? Mi megy tönkre? Ez egyetlen egy kérdés, amit föl lehet tenni ebben a körben, ebben az életkorban. A felelősség, a saját magam egészségére a felelősségem. Az iskolák többségében természetesen tartanak drogprevenciós foglalkozásokat, de a gyerekek azt mondják, ez a 45 perc más, mint amit megszoktak. Sokkal másabb volt, mert eddig nem tudtuk, hogy mit is tesz tönkre, és akkor most megtanultuk, mert megmutattak. A Fonyódligeti táborban minden szerdán reggel 9-től este 6-ig hallhatnak a gyerekek előadást a drogokról másképp. És végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Szomorú statisztika, világelsők vagyunk a fejnyaki daganatok kialakulásában. Veszélyes lehet a forróság, komoly tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél a napok óta tartó kánikula. Folyóvá változtak az utak, kis tormáson még másnap is az eső által széthordott sarat takarították. Nem várt feladatok miatt állt a Kadarka utcai minibölcsöde építése, őszre valószínűleg nem készül el az épület.
Tolna megyében pénteken szárazabb, hűvös levegő alakítja az időjárást, mérséklődik a füllettség. A napos gomolyfelhős időben csak elvétve alakulhat ki egy-egy átfutó záporeső, illetve zivatar. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!